Koronavírus járvány alatt sincs ideje pihenni, minden reggel 4-6-kor már a kertészetben van feleségével és fiával. Nagy Zsolt most is azon dolgozik, hogy a lehető leggyorsabban szolgálja ki a vásárlókat, és zavartalanul legyen minden növényből bőven. A hétköznapi hősrovatunk következő szereplője az a soproni kertész, aki megállás nélkül fogadja a vásárlóit a járvány alatt is. Folyamatosan érkeznek a dísznövényekért és a palántákért a vásárlók ebbe a soproni díszfa iskolába. Nagy Zsolt az egyetemi évei óta foglalkozik a növényekkel, azt mondja, soha sincs megállás. Gyakorlatilag, ahogy elvégeztem a főiskolát, utána már nyitottam egy kis árutermelő díszfa iskolát 1991-be, tehát innentől kezdődőleg foglalkozok dísznövényekkel. Zsolt minden reggel 5 órakor kell, de hamar kiér a kertészetükbe, csak egy kapu választja el ugyanis a házuktól. Még csak 4:30, de már feleségével, aki szintén a kertészetben dolgozik, ellenőrzik a készletet, hogy zavartalanul tudják fogadni a vásárlókat. Miután Zsolt mindent elpakolt, még egyszer leellenőriz mindent. Míg felesége nyitja a kaput, addig a fia elindul az újabb árukért. Feleségemmel, illetve fiammal aktívan dolgozunk ebbe a cégbe, különböző szinten megosztva, és ezen kívül még 2-3 alkalmazott is dolgozik a cégben. A koronavírus járvány miatt megváltozott a forgalom, rengetegen érkeznek. Reggeli órákban van egy nagyobb roham, aztán dél környékén, illetve olyan zárás előtt szokott még egy nagyobb roham lenni. Szinte alig tudják kiszolgálni a vásárlókat, nincs megállás. Félfutó muskátné, van ez a bordó színű, van ez a círmos, van egy ilyen világosabb círmos. Még ebédelni sincs idő délben, akkora a rohanás. Zsolt azt mutatja, a dísznövények mellett most a palántákat keresik a legtöbben. Zöldségpalánták, illetve a bogyós gyümölcsűek, tehát ezek a málna, ribizli, köszméte és ugye az újdonságok, tehát például a japán bormálna, mint... Míg Zsolt ezt a magnóliát címkézi, addig megérkezik fia Ádám, azonnal segít szüleinek. Akkor ez itt teljesen jó, akkor ezt lehet pakolni. Az ebédet ugyan később, de egy asztalnál eszik, persze a szabályokat betartva. A levest is egy asztalnál eszük meg, tehát ettől függetlenül ezek az előírásokat azért mindenki megpróbálja betartani, de hát így családi szinten ezt úgyis mindenki maga kezeli. Zsolt a Tények stábján keresztül fontos üzenetet is megosztott a nézőkkel. A Tények nézőinek jó egészséget, vírusmentes időszakot kívánok, illetve jó kertészkedést és kitartást az elkövetkező időszakra.